Szeptember 27-én tartott a Dombóvár város önkormányzatának képviselőtestülete a ciklus utolsó ülését. A munka nem áll meg, folytatódik tovább. Költségvetésünket tárgyaltuk újra, megpróbáltuk azokat a mozgásokat átvezetni és levezetni benne, amelyek hát a gazdasági események vonzottak maga után. Azt gondolom, ez egy többoldalas anyag volt, de nyilván az utolsó sor a legfontosabb, kiadásbevételünk egyensúlya megvan, és azt gondolom, hogy október 1-től az új képviselőtestület ugyanígy ezzel a biztonságos háttérrel haladtat tovább. Az ülése rendkívül fontos napirendi pontokat tárgyaltak. DRV ZRT-nek hallgattuk meg a beszámolóját ivóvíz és csatorna üzemeltetés tárgyában. Ez a napirendi pont évről évre visszatér, de azt gondolom, hogy ebben nem sok örömet elég senkinek, hiszen egy olyan elavult rendszert üzemeltette a DRV, amelynek a rekonstrukciója ott kopogtat az ajtóba és mindennapos beavatkozást igényelne. Nagyon remélem, hogy az elkövető időszakban hálózat rekonstrukciójára megtaláljuk azokat a forrásokat, amelyek ez megvalósítható. Nyilván hidegben, nyáron, szárazságban rengeteg csőtörés jellemezte az idei évet. Nyilván azt gondolom, hogy erre valami végleges megoldást kell keresni. Szerény mértékű kiigazítást végeztek a buszbérletek tekintetében is. Felülvizsgáltuk az autóbuszos közlekedésnek a díjtételeit. Ez természetesen nem mindenki számára feltétlenül egy kedvező, pozitív hír, de azt gondolom, hogy ennek már pont itt volt az ideje, hiszen 5 éven keresztül erre nem került sor. Eddig Dombármegy helyi járatú buszjegyára 200 forint volt, ezt most január 1-jel fel szeretnénk emelni 300 forintra. Pintér Szilárd hozzátette, nagyon örül neki, hogy megnőtt az utasforgalom a tömegközlekedési eszközökön.